Sziasztok! Ma is főzni fogok valamit. Káposztás lencsét fogok készíteni, amit már egyszer elkészítettem, csak akkor azt nem vettem föl. Ugye új évkor Magyarországon nagyon sokszor lencsét esznek. Igaz, hogy most már február vége van, de az első káposztás lencsémet azt gyakorlatilag január elején készítettem el. Azt gondoltam, hogy hú, de jó, kitaláltam valami új kaját. Aztán rákerestem az interneten, és káposztás lencsét már más is csinált, úgyhogy gyakorlatilag annyira nagyon új dolgot nem találtam ki. A hozzávalók az nyilvánvaló, hogy a lencse, amit már egyébként elkezdtem főzni pont azért, hogy minél előbb puhuljon. Tegnap beáztattam vörösboros vizes lébe, tehát gyakorlatilag majdnem páclé, mert fűszereket, olajat nem tettem hozzá, csak vörösbort és vizet. Ez erre a borra még talán emlékeznek, ebből megmaradt körülbelül ennyi a legutóbbi ilyen jellegű főzés óta. Ez egy valamilyen román bor, nem is tudom, hogy édes, de édes, rá van írva, hogy édes, magyarul is. Úgyhogy ezt most felhasználtam, hogy ne vesszem kárba. Az első lépésként fogok hozzá használni majd szalonnát, hagymát. A szalonna az Pakott Gyuriéktől van, egy jó kis füstölt szalonna, a hagyma a kertünkből, a káposzta, ami szintén apróra van vágva, már előkészítettem, szintén a kertünkből van, egy ilyen paradicsom levet fogok még hozzá önteni, ez szintén a kertünkből van, nyilván a lencse az nem, illetve az olívaolaj, fűszerek, molyó, bors, babérlevél, ecet, almaecet és piros paprika, most hirtelen még ezeket találtam ki. Úgyhogy kezdjük is el készíteni, első lépésként megpirítjuk a hagymát a szalonnával, majd rátesszük puhára főni a káposztát. No, tehát itt fogjuk elkészíteni ezt a kis remek kaját. Először is a szalonnát fogom tenni, hogy picit zsírt eresszem, és szerintem löttyintek hozzá egy kis olívaolajat. Hát túl sok olívaolajunk nem maradt, úgyhogy mindegy, ezt azért megnézzük, hogy ez mennyi, de ebből nem sok jött ki, úgyhogy megnézzük ezt. Aha, ebben van még bőven. Lehet, hogy ezt vettem én múlt legutóbb, nem pedig a másikat. Igen, valószínű, hogy ez lesz. Na mindegy, olívaolajat még egy picit nyomunk hozzá. Tudom, sokan nem esznek húst, úgyhogy gyakorlatilag a hagyma pirításánál ez a folyamat ez kimaradhat. Hogyha valaki nem akar szalonnát beletenni, akkor elegendő, hogyha csak a hagymát pirítja meg. Közben ebbe a tálban van egyébként a lencsénk. Meg úgy látom, hogy a tűzre tenni kell, mert nem akar nagyon. Aha, tenni kell bizony. Engem nem tudom, mennyire látnak most így. Nem baj. Ugye mondhatni, hogy élő tűzön készül az étel, hiszen nem gáztűz helyen főzök most, hanem, és nem is villanytűz helyen, hanem gyakorlatilag ez a jó kis tűzhelyünk, amit alától örököltünk meg itt a házban volt. Ez fog készülni az ételünk. Reméljük, hogy föléled a tűz. A lencsénk az már puha szinte, úgyhogy meglátjuk. Úgyhogy ha már picit pirulni kezd a szalonna, nem tudom, hogy a felvételen mennyire látszik, hogy egyedül készítem ezt a felvételt. Már úgy értem, hogy elindítom a kamerát, ideállok és csinálom, ez a legegyszerűbb kivitelezése a történetnek, de közben elkezdett szépen pirulni, itt a lencsinket egy picit arrébb tettem. Ide készítem azért a káposztát és a hagymát is, ugye íme, mint említettem, saját kertünkben termett. Szoktam ilyen kreálmányokat készíteni, ezt gondolom már láthatták, akik a korábbi videóimat, a főzős videóimat megnézték, hogy így kitalálok egy-két dolgot, hogy mit lehetne összepasszoltatni mivel. Na, úgy érzem, hogy itt már eléggé pirul is a szalonna, úgyhogy hozzáteszem a hagymát, hogy ne égjen majd meg
a dolog. Úgyhogy rengeteg hagymánk maradt még most is, igaz, hogy már február vége van, de én szerintem ki fog ezt tartani a következő hagyma szezonig, hogy így mondjam a dolgot. Ami azt jelenti, hogy ugye amint lehet, akkor rögtön elkezdjük ültetni a kis kertünkben a különböző növénykéket. A hagyma nyilván az elsők között lesz, és új hagymát már szerintem elég hamar fogunk tudni leszedni belőle. Úgyhogy ezt is hagyjuk egy picit pirulni, hogy mégse olyan nyers legyen az ételünkben. Ja, hát persze, hát még az elején majdnem kifelejtettem a történetből, hogy ugye legutóbb, amikor ezt a lencsés káposztát készítettem, akkor tettem bele néhány szem krumplit, most viszont kitaláltam, hogy krumpli helyett, vagy hát vannak itt mindenféle köretek, van hajdina, van köves, és van zabköre. Tehát, hogy egy picit sűrűbbé váljon majd a történet, mindenképpen valamelyiket a három közül bele fogom tenni, ez krumpli helye, illetve hát majd meglátjuk, hogy melyikre esik a választás. Közben szépen pirul a hagymánk, a tűz is felé lett, úgyhogy ez erre hamarosan meg kell tenni majd a káposztát. A zabtöret mellett döntöttem, ezt még Magyarországon vásároltuk, azt írja, hogy forraljon fel 1 liter vizet, majd adjon hozzá egy csésze zabtöretet, ízlés szerint sózza meg, majd lefedve főzze 10-15 percig, vagy ameddig megpuhult. Főzés után öblítse le és tálalja. Hát én azt gondoltam egyébként, hogy majd egybe beleteszem a káposztás lencsés akármibe, de lehet, hogy nem kockáztatok, mert mi van, hogyha nem puhul meg abban eléggé, úgyhogy lehet, hogy ezt külön előfőzöm, jobban járok vele. Azt mondja, hogy 1 liter vizet mondjuk ebben, nem is ebből a vízből, mert van itt palackozott, illetve megmondom őszintén, amikor a tüdinek az üzemét bevizsgálták, illetve engedélyezték, illetve bevizsgálták a vizet itt dájában, és nem jó eredmény született a falu vizével kapcsolatban, aztán azóta inkább főzéshez, meg iváshoz, hogyha vizet akarunk inni, akkor inkább ilyen előre gyártott vizet használunk. Micsoda kifejezéseket használok. Na, ez már itt elég jól fúgul. Ennek a füstölt szalonnának nagyon jó íze is van, meg szerintem jó pluszt fog hozzáadni a történethez. Mondom, aki nem eszik húst, annak hanyagolható a szalonna, úgyis a dolog lényegét a fűszerezés adja meg. Egy picit félre is húzom, hogy ez a vízünk tudjon egy picit forni, és akkor ehhez kell egy csésze, vagy egy bögre zabot tenni. A zabnak egyébként nagy a fűtőértéke, nem véletlen, hogy a lovak is nagyon szeretik, főleg télen, és mivel tél van, a hajdina és a kása, milyen kása? Köles helyett inkább úgy döntöttem, hogy most a zabot fogok csinálni. Hát zabot se ettem már, megmondom őszintén, mert ugye régebben, akik régebb óta követik az emberiség.hu csatornát, láthatták, hogy erős győzővel főzős készülünk ilyen mindenféle húsmentes ételeket annó, és neki voltak, nem tudom, mert rég nem beszéltem győzővel, különböző ilyen gabona köretei előfőzött tasakok, ilyen főző tasakokban, mint a rizs körülbelül olyan, bár nem, mert a rizsbe ugye bemegy a víz, ezekbe a tasakokba meg nem igazán, de nem akar megragadni, nem baj. Tehát lényeg az, hogy ő már készített különböző köreteket,
és ilyen előfőző tasakokba lehetett hozzájutni, és akkor ettem már zabot, kölest, hajdinát, bulgurt. Nagyon sokan köretként leginkább a burgonyát, illetve a krumplit, a rizst és a tésztát ismerik csak tulajdonképpen az ételekhez, és én már régóta tudom, csak nem mentem utána a dolognak, hogy nem csak ezek léteznek. Most viszont már, amikor vásárolni megyünk, akkor kifejezetten keresem az ilyen különlegesebb dolgokat. Tehát bulgurt már több alkalommal is készítettem idén, készítettünk idén. Úgyhogy most a zab, a köles és a hajdina is be fog kerülni ebbe a tárházba. Ez forró, mondjuk nem csodálom, mert raktam a tűzre még. Nehogy alább hagyjon. Ugye ezt így nem nagyon lehet szabályozni. Só is kellene a történetbe. Ebben már alig van, úgyhogy ezt hagyjuk. Nem baj, ebből teszünk egy kis sót a vízbe, hogy sós legyen. Úgy beledobhatnék egy leveskockát is, szoktam ilyen mindenféle ötleteket kitalálni. Azt mondja, hogy van itt Maggi akármi, románul van, nem értem. Meg erőleves kocka, ez lesz a jó. Erőleves kockát fogunk a zaphoz, tehát a zapköret vizébe tenni. Ez árt, ami nem árthat, plusz ízt ad ez is a dologhoz. Úgyhogy subsz bele az erőleves kocka. Mindjárt forni fog a vízünk, és akkor, ha forr, akkor beletesszük a zabot, lefedjük, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, vagyis mi fő ki belőle. Picit lehúztam a hagymás, szalonnás akárminket, mert már megpirult, de igazából azt kellene, hogy ehhez erre most ráteszem a káposztát, hogy ez is puhuljon. Így, mi szépen. Nem lacafacázunk így egybe. Ez egyébként jó apróra fölvágtam, igyekeztem. Ugye hordóban, sós lében tároljuk a káposztánkat, és még van benne, és kivettem egy közepes fejet, ketté vágtam, kivágtam a közepét, a torzsát, és utána apróra hosszában és széltében is fölvágtam, hogy minél apróbb legyen, és ez kerül majd össze a lencsével, illetve a zabbal. Mondom, igazából ezt már sokatszor elmondom, hogy ha valaki nem akar húst, akkor a szalonna az tényleg nem hiányzik ebből, mert enélkül is annyira gazdag tud lenni ez az étel, hogy tényleg elhanyagolható a szalonna. Mi nagyon kevés húst fogyasztunk, sőt, hát igazából az lenne a cél, hogy teljes mértékben lemondjunk a húsfogyasztásról. Ennek nem egészségügyi oka, bár később nyilván egészségügyi okai is lehetnek a húsfogyasztásnak. Erről most nem akarok vitát nyitni, de meg lehet nézni különböző szakirodalmat, hogy a különböző betegségek milyen összefüggésben vannak a húsfogyasztása. Tehát lényeg az, hogy inkább ilyen spirituális okokból szeretnénk lemondani a húsfogyasztásról, legalábbis én. Ez itt közben már majdnem jó. Belenyúlhatunk ezzel, mert nem lesz semmi baja. Úgyis egy helyre kerül minden a végén. Ezt pedig próbálom itt, hogy ne is égjen meg, de azért puhuljon is. Majd a végén még fogunk ezen egy picit javítani, illetve együtt fogjuk majd puhítani a dolgokat. Picit félrehúzom, hogy ne olyan nagy hővel, erről már le is főtt a víz, hát a vörösbor, nem tudom, hogy történik vele, gondolom az nem párolog el, csak az alkohol. Na nézzük, akkor beleöntjük a zabköretet, a zabot. Pici itt maradt, nem baj, és keresünk egy fedőt rá. Ez a fedő talán addig, mondjuk ezt ide teszem inkább, és keresek egy másikat.
mindent az semmit alapon, ha már lefedjük, akkor fedjük le ezt is, és fedjük le egy picit ezt is, hogy puhulni tudjon, reméljük nem ég oda. És akkor most várunk egy picit, egyrészt 10-15 perc kell az akköretnek, másrészt ez is egy picit hagy puhuljon. Lehet, hogy érdemes lenne egy kis vizet alá tenni, hogy abban főjön, úgyis majd a lencséhez még kell vizet tennünk, és akkor biztosabb az, hogy nem fog megégni alul a hagyma, legalábbis remélem. Úgyhogy égni, meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Közben ide készítettem a többi hozzávalót is. A zabunk kifutott, zabos lett a több forróságtól, úgyhogy picit arrébb kellett vennem a fedőt. Ezzel meg tudom fogni a tetejét, elég forró, úgyhogy ez ilyen, ez a főzés, hogy ha az ember tűzre teszi a vizet, akkor az előbb-utóbb felforr. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy fog ez felpuffadni, megpuhulni, vagy mi történik vele. Nem teszem vissza teljesen. Közben a káposztánk is puhul szépen a hagymával és a szalonnával. Lehet, hogy most már össze is lehetne tennem a lencsével, bár még ez nem elég puha. Vagy lehet, hogy együtt kellene majd fölnie a lencsének a káposztának. Nem is tudom, hogy múltkor ott csináltam, azt hiszem jobban megpuhítottam egy picit. Bár igazából ugye eddig sóslében állt a káposzta, tehát nem annyira kemény, meg az se baj, ha az ételben egy picit ropogósabb a történet. Most már csak abban bízom, hogy belefér az edénybe az egész cucc ebbe. Hát bele kell férnie. Úgyhogy egyébként nem lacafacáztam abban a lében, amiben pácol vagy puhítottam a lencsét, ebben a vörösbőrös akármiben. Abba is főztem meg, egyébként elég jól elpárolgott, úgyhogy ez mindenképpen kell még vizet tennünk. Én már érzem, hogy valami, szerintem a kifutott zab picit oda kapott, annak a szagát érzem, úgyhogy most hozzátesszük a hagymás, szalonnás káposztát a lencséhez. A lencse az úgyis megpuhult már, ázott is, főtt is, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Aztán kéne ezt egy picit még fűszerezni, meg mindenféléket, mindenféle szépet és jót még beletenni, amit itt kitaláltam. Úgyhogy ennyi. Tesszük, hogy ne legyen útba. Most már olyan lesz egy csomó mosatlan. Na nézzük akkor a paradicsom levünket. Aha. Múltkor kibontottam. Ja, babérlevél, azt ki ne felejtsük, a babérlevelet, hát ezt direkt előkészítettem, hogy azt is pár darabot ide lencséhez jár szerintem babérlevél, úgyhogy azért gondoltam, hogy ez is kerüljön bele ízileg a történetbe. Ennyi. És akkor kibontjuk ezt a paradicsom nevet. Tudjuk. Aha. Pattant. Akkor meg kéne kóstolnunk, hogy
akkor úgy jártunk, hogy, vagy úgy jártam, hogy elővettem egy üveggel, és bizony nem volt jó, de most ahogy úgy érzem, hogy jó lezáródott, igen. Ez teljesen jó. Úgyhogy paradicsomlé, saját, házi, az is rá cuppan ide a lencsére, káposztára, hagymára, babérlevélre és szalonnára. Nem is tudom, hogy ecetet érdemes-e beletenni, alma ecetet, mert a paradicsom meg az alma ecet, nem tudom milyen együtt, megmondom őszintén. Múltkor mintha tettem volna bele egyébként, úgyhogy az biztos, hogy só, az kell bele. Úgyhogy sót teszünk bele, aztán utólag még lehet sózni. Teszünk bele borsot. Legyen egy kis pikáns íze. Ez a molyó, erről már beszéltem egy előző főzésnél, ez egy ilyen fűszerkeverék a Kanári-szigetekről. Ott egy csomó mindenbe tesznek, ilyen paprikás, fokhagymás, Isten tudja még mi van benne, nem néztem meg az összetételét, de jó, tehát ez rá is van írva, hogy jó, tehát jónak kell lennie. Na még ebből a piros paprikából, édes piros paprikából is szórunk az ételbe. Paradicsom is ad neki már egy színt, de még ez is fog neki adni, úgyhogy ezt is jól összekeverjük. Múltkor nagyon finom volt, Tündi is dicsérte, és mondta is, hogy mikor csinálok még olyat. Most kapcsolok, hogy a fokhagymát kihagytam belőle, de még nem vagyunk elkésve. Mindjárt vágok bele egy kis fokhagymát, úgy látom, hogy van egy pár gerezd. Addig ez hagy följön, hagy puhuljon. Így, né. Közben megnézem a zabot. Úgyhogy hát ez nagyon gyengécske, hogyha csak ennyire fog megnőni, akkor az nem sok. Medesül le is kéne szűrni, na mindegy, még hagyj följön, még úgyse telt el szerintem a 15 perc, úgyhogy arra melegen van. Na megnézzük a 15-ért, hát igen, ez kér egy kis fát még, úgyhogy teszünk is rá még egy kicsi fát. Jó, no, tehát fokhagymát beszéltük, ugye? No, tehát a fokhagymát is ilyen szép apróra vágtam. Nem elég apróra, van, aki lepréseli, annyira fontos neki, hogy az ne látszódjon az ételbe. Én szeretem, hogyha úgy van benne, hogy látható, hogy az fokhagyma, de valaki csak az ízét kedveli. Ugye amiben, olyan étel, amiben hagyma, fokhagyma van, eleve nem lehet rossz, tehát a vasszeget is meg lehet csinálni hagymával és fokhagymával, és úgyis ezeket az ízeket fogjuk érezni, nem pedig a vasszeget. Úgyhogy, de azért azt gondolom, a lencse meg a káposzta sem rossz ételek, úgyhogy így szeretem ezt használni, hagymát, fokhagymát, szinte minden olyanhoz, amihez passzol. Ebben most a citromos íz, mert ugye előző adásokban meséltem már, hogy a citromos ízeket is, a pikáns citromos ízeket is nagyon kedvelem, de ebben most ez nem fog passzolni, úgyhogy ebből most a citrombors, meg maga a citrom, mint olyan kimarad. No, közben megcseréltem az edényeket, hát az ab, hát valami lesz belőle, mert levettem a fedőt, hogy párologjon róla a víz, bár azt írta a kisokos, hogy lefedve kell főzni, hát baj, ilyet még nem csináltam, majd túl sok baj nem lehet vele, most már úgy látom, hogy kezdett nőni, és kezdett elpárologni a víz, puhulni is, meglátjuk, hogy milyen lesz. Igen, az acetet azt kihagytam belőle, itt fő ez a másik történet, és azon gondolkodtam, hogy ezt így egy-egybe hozzáöntsem-e, vagy pedig leszűrjem és úgy. Hagyom még egy picit főni,
Aztán szerintem egy az egybe hozzáöntöm, benne van az a merőleves kocka is, hát most mi bajunk lehet? Szerintem semmi. Na nézzük akkor, hogy mi lesz ebből így. Ugye ahhoz úgyis kéne még lé, vagy nem kéne, nem tudom. Mennyi látszik belőle, nem tudom. Ráirányítjuk a kamerát, az a biztos. Na tehát most ilyen a lencsénk káposztával, és ilyen ez a történet. Hát lehet, hogy egy kis levet mégiscsak leszedek róla. Valamennyit leszedtem róla, de most a lelkem rajta, ezt így most zabostul mindenestől hozzáöntöm. Nem tudom, mennyire fogja ezt besűríteni, tulajdonképpen az a cél egyrészt, hogy besűrítse a történetet, másrészt, hogy egy plusz dolog kerüljön bele. Szerintem nem lesz ezzel baj, nem lesz ezzel baj. Úgyhogy a zap töret, nem tudom miért így írták rá. Töret, köret, mindegy, minek akarjuk nevezni, annak nevezzük, és hát gyakorlatilag ez az egy tál ételünk már szinte el is készül. Most nem fogom lefedni, hogy egy picit sűrűsödjön, és úgy készüljön el az étel. A káposzta is szerintem meg túl, hogy ne legyen ennyire leveses ez a dolog. No, hát elkészült a remek művünk. Paradicsommal, tejföllel és rukkolát találtam a hűtőben, piros, fehér, zöld, egy igazi magyar kaja lett belőle. Úgyhogy most következik a puding próbája, megkóstoljuk. Ja, ezzel díszítettem a cuccost, de tejfölt lehet rátenni, úgyhogy megpróbáljuk, hogy most milyen lett a történet. Lehet, hogy kenyeret nem kéne előtte enni. A káposzta és a lencse intenzívebben érződik benne, de ugyanúgy a hagyma, fokhagyma, picit van egy csavanykás ízvilága, pont szerintem a káposzta miatt, de nagyon jó, ilyen egy tál étel lett belőle. Keresem a zabot is, hát nyilván benne van, mert láttuk, hogy beletettük, de hogy mennyire érvényesül, hát ízét nem érzem különösebben. Elég jó lett, úgyhogy aki ilyet szeretne készíteni, utánozzon, itt a videó végén láthatja majd a receptet, hogy mit kerültek bele. Elég jó egytál étel lett belőle. Úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok. Sziasztok!